Sziasztok! A mai videóban ezt a sminket fogom elkészíteni nektek, ami szerintem, hát legalábbis az én részemre egy nappal is sminknek minősül, bár este is szívesen viselném. Végre pigmenteket használtam fel, amiket a hétköznapokon is nagyon-nagyon szívesen használok. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készült el ez a smink, akkor tartsatok velem, és remélem, hogy tetszeni fog nektek is. Szóval, a bőröm hidratálásán túl vagyok, az ajkaimra fogok felvinni egy kis lisztexet, ami ugye egy szájbalzsam. Hogy mire befejezem a sminket, addig legyenek hidratáltak az ajkaim. Jó. Következő lépésben én az Essence-nek ezt a Color Arts szemhéjbázisát fogom felvinni. Ez az utolsó tubuson belőle, mert valamikor mielőtt kivonták volna a forgalomból, akkor betáraztam. És akkor arra gondoltam, hogy ameddig ez a szemhéjamon egy picit megszárad ez a szemhéj alap, mert ez ilyen picit ragacsosabb, addig megcsinálom a szemöldökömet. Még annyit tennék hozzá, hogy én általában a sminkemnél az alapozót szoktam utoljára hagyni. Ez most se lesz másképp, mert így elkerülöm azt, hogy lepotyogjanak a pigmentek a bőrömbe. Jó. Most a szemöldökömre ezt a Make Up Revolution Aqua Gel szemöldök zselét fogom használni a medium árnyalatban, illetve egy ilyen kis feltelcsetet. Általában a kezembe szoktam kinyomni belőle egy borsónyi méretűt, nem is tudom, hogy... Tehát egy ennyit szoktam kinyomni. Szóval a szemöldökkel meg is lennénk, úgyhogy most gyorsan fixálni fogom a szemöldök, a szemhéj alapot, méghozzá egy pici púderrel. Következő lépésben egy NYX szemhéj területet fogok használni, méghozzá a Milk színben. És ezt fogom csak a mozgó szemhéjamba felvinni, és picit elsatírozni az ujjaimmal. Nem kell tökéletes legyen. Mikor ezzel megvagyok, akkor két pigmenttel fogok dolgozni. Az egyik a Collection 2000-nek, a Dazzle Me pigmentje, méghozzá Sugar Plum színben, illetve a másik, ami át van töltve, tehát hogy másik ez a pigment, ez egy NYX pigment, méghozzá Walnut színben, ami ilyen csomagolásban jön, csak én ezeket mind áttöltöttem és átneveztem, mert ebből nagyon nehéz volt kinyerni, és nagyon igazából mindig mindenhova szétfolytak. Szóval a lényeg az, hogy a NYX pigment a Walnut színben. Következik két Make Up Revolution mono szemhéjpuder, méghozzá ezek a szemhéjpuderek. Van egy világosabb, ő a Hang Up névre hallgat, ő pedig a Delicious.
és akkor ezekkel fogom elsatírozni, először is ezt a halványokat fogom felvinni. Úgy. És ha megvagyok ezzel a halványabbal, akkor felviszem a Delicious nevű színt is a mélyítővonalba, egy picivel kisebb satírozó ecset segítségével. A szemöldök csontomat fogom kicsit kiemelni, illetve a szemzugba fogok felvinni egy highlight színt, méghozzá a Catrice-nek az egyik highlighterét fogom használni, ami nem tudom, hogy még kapható-e. Szóval most bocsánatot fogok kérni tőletek, mert úgy döntöttem, hogy a szemhéjtust azt kamerán kívül fogom felvinni, mert úgyis a szemüvegemet vissza kell tennem, úgyhogy bonyolult lesz. Igazából nem fog változni, ugyancsak a Labdi-nak a folyékony highlight, folyékony szemhéjtusát fogom használni, és ennyi lesz az egész. Szóval, most már meglennék a tusfonallal, igazából csak egy nagyon egyszerű, nagyon kis vékony cicafarkat rajzoltam, mert igazából ez egy nappali smink, amit most viselek. És most jöhet a szempillaspirál, amihez én most kettő szempillaspirált fogok használni. Az egyik a Maybelline-nek a One by One szempillaspirálja, és utána a második rétegnek a Lovely-nak ezt a Collagen Wear szempillaspiráját fogom használni. Ezzel meglennénk a szemekkel nagyjából, majd még jön ugye az a rész, amikor majd az alsó szempillákat kihúzom. Most pedig jöhet az alapozó. Előtte egy olyan terméket fogok használni, ami sokan meg fogtok lepődni, viszont rengeteg külföldi YouTube guru csatornáján megtalálható. Én például, ha jól tudom, akkor Niki Tutorials kezdte el először, ő próbálta ki először ezt a terméket, mint primert, és az az igazság, hogy nem az első alkalom, hogy most kipróbálom, hanem használtam már párszor így is, de nem akarom lelőni a poént. Lényeg az, hogy meg ki fogom próbálni a férfiaknak való Nivea arcbalzsamot, ezt a szenzitív eredeti változatot, mint primert. Én azt javaslom, hogy egy nagyon picikét, nem tudom, mit mondjuk, ez most nem nagyon picike, látszik, hogy nincs rajtam szemüveg. Szóval lényeg az, hogy egy jó nagy pöcs kell a kezetekre, és akkor azt szépen el kell oszlatni az arcon. Jó. Ha ezzel megvagyunk, akkor előkészítem a kis Miracle szivacsot a Real Techniques-től, illetve egy olyan alapozót fogok használni, amivel nem vagyok feltétlenül teljes mértékben elégedett, viszont próbálom működőképessé tenni. Ez a Miss Sporty alapozója, méghozzá a Perfect Stay 14 órás alapozója, ami a matt változat, vagy nem tudom, van-e más változat belőle, de ez a matt változat. Mivel elég gyorsan szárad ez az alapozó, ezért külön fogom felvinni az arcom, tehát hogy ez a jobb felemre, a bal felemre, aztán a homlokomra, hogy ne száradjon meg.
meglennénk az alapozóval, így most jön a korrektor, amihez szokásosan az Essence-nek a Stay All Day korrektorát fogom a szemem alá használni, illetve most a bőrhibák, amiből van bőven, a Catrice Camouflage korrektor fogom használni a, ha jól tudom, valamilyen Ivory 025-ös színben. Ezzel meg vagyok, akkor veszem a Catrice-nek a Color Correcting puderét, és fixálom az alapozót, amit az arcomra felvittem, egy Real Techniques puderecsettel. Most szemüveget fogok feltenni, méghozzá a sminkelős szemüvegemet. És akkor befejezem a bronzosítás, pirosítás, highlighterezést. Bronzosításhoz, mint ahogy megszokhattátok, szokásosan az Essence-nek a Sun Club bronzosítóját fogom használni, és egy legyező ecsetet. Minket elfigyelve szerintem egy sleek pirosítót fogok használni, méghozzá a Pixie Pink árnyalatban, nagyon lightosan, tehát hogy azért óvatosan fogom azt használni, és egy Real Techniques pirosító ecsetet használok ehhez. Most a Rival de Loop Baked highlightert fogom használni. Különben nagyon meg vagyok elégedve ezzel a highlighterrel így árérték arányban, mert szerintem nagyon jól működik. Szóval meglennék mindennel, highlighter, bronzosító, pirosító, illetve ami nincs fenn kamerán, az alsó szempillákra vittem fel a Maybelline Great Lash szempillaspirálját, és akkor most jöhet a száj. Jöhetnek az ajka. Ide a New York Colornak fogom egyik rúzsát használni, 416-os színben, a Berry Rich színben, ami így néz ki. Szegény már kicsit megviselt, viszont esküszöm, hogy színben egyik kedvenc rúzsom, nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Jó, ha ezzel meg vagyok a rúzssal, akkor az Essence-nek fogom egy szájfényét használni a 022-es Nude Kiss árnyalatban. És hogyha ez is megvan, akkor az ajkaimnak csak a közepére fogok felvinni egy Rival de Loop szájfényt, méghozzá a 04-es I Love Candy árnyalatban, mert ez ad egy pici csillogást neki. És akkor igazából ezzel készen is lennénk a sminkkel. Ez lett a végeredmény. Szóval, ha tetszett nektek ez a videó, akkor légy szíves, iratkozzatok fel a csatornámra, illetve nyomjatok egy lájkot a videóra. Nem tudom, hogy milyen sminkeket szeretnétek esetleg még látni, de írjátok meg kommentben, illetve azt is, hogy vannak-e ezek között a termékek között olyanok, amit nektek is nagyon tetszenek. Nekem régi vágyam volt, hogy pigmentekkel készítsek el sminket, legalábbis videóban, mert ő alapjában elég sűrűn készítek pigmentekkel sminket, mert nagyon szeretem a pigmenteket, elég sok is van belőle, elég sokat betáraztam még így régebben is, úgyhogy nagyon szívesen hallgatnám a véleményeteket, hogy milyen sminket látnátok, miket szeretnétek látni, és akkor tartsatok velem a következő videóban is. Sziasztok!